Na, sziasztok! Itt vagyok Szolnokon, a szovjet autótalálkozón. Ugye ez már jó pár éve megrendezésre kerülő veterán autótalálkozó itt, és én most vagyok itt először, és akkor gondoltam, hogy készítek erről is egy videót, és megmutatom, hogy mik is vannak most itt. Ugye kezdjük itt, például van egy kockalada, ugye ez egy 2107-es. Látszik, hogy vannak rajta ezek a hát ilyen redők. Gondolom, hogy a ilyen napellenző szerű cucc. Egészen jól néz ki egyébként. Már gyűlnek. Vannak itt érdekesebb darabok is. Hát majd megyünk sorba. Ugye látszik, hogy itt van a hátsó ablakán, hogy milyen találkozókon volt már ez az autó. A szocialista járműipar gyöngyszemeinek. Ez a matrica is nagyon jól néz ki. 2013-ból. Aztán van itt mellett egy Skoda. Százhúszas. Ugye ilyenből is elég sok volt annak idején a magyar utakon is. Szóval a kis hazánkban ez gyakori autó volt. Ugye ez egy ilyen farmotoros. Egészen szép állapotban van ez is. Aztán van itt egy Zaporozsec, ugye ez a Záporjóskának becézett kis autó, ami itt ugye Ukrajnában, hát Szovjetunióban, akkori Ukrajna, vagy a mostani Ukrajna területén gyártottak, ugye Zaporizsjában, ugye ez a 968-as, amint látszik, ez még a kopoltyús, tehát még a klasszikus 968-as, ugye farmotoros, léghűtéses kis autó, egészen jó kormánya van, nem tudom mennyire látszik, ugye itt van ez a pillangóablak is. Nagyon szép. Hát ilyet se látni másokat. Ez a rács is egészen jól néz ki rajta, szerintem. Itt is van, hogy ZAZ, ugye, ami a Zaporizhzhia Avtomobili Zavodinak ugye a rövidítése. Aztán itt letakarva egy Audi van, aztán folytatódnak a ruszkik. Ugye itt van 2005-ös Lada, ennek a tulajával nemrégiben találkoztam is, beszélgettünk vele, hogy ő is szereti az orosz autókat, meg hogy gyűjt különféle. Igazából mindent gyűjt, ami rossz. Például itt látszik, az autó hátuljában vannak ilyen váltógombok, ugye még ezzel a sarlókalapács jellel, ugye a szovjet tunió, a szovjet zászlóban ez benne volt, meg Lada logós is van, Videoton Magnó rádió van benne, ugye ez a bólogató kutya, ami régen az autókban egyébként gyakran megtalálható volt, nekem is van hasonló, ugye egészen jól néz ki, ugye a belseje. Ilyen. Hát aztán itt mellette egy másik, amiről mondtam, hogy ugye ez érdekesebb darab, ugye itt van ez a patkó, mint dísz az elején. Ugye ez egy filmhez köthető. Egészen jól néz ki. Pár órája még nem voltak ennyien. Egyébként ennek is így ki van nyitva a pillangóablak, vagy elefántfülablak, ugye ezt
több ilyen retroautóban is megtalálható volt, mint például a Nagypolszkiban is, meg stb. Ezen is rajta van, hogy milyen találkozókon vettek részt. Meg hogy ugye ez a versenyszámozás ugye se valódi, hogy 13-as számmal nem adtak ki versenyautót, ugye mondták. Tehát, hogy ez igazából csak dísz. De ugye ezek a ködlámpák is egészen jól néznek ki rajta. Hát ugye ez ilyen több napos rendezvény. Igazából a mai nap kezdődik. Augusztus 4-től van azt hiszem, hogy 7-ig. Ugye is Szolnokon. Aztán egy 412-es Moszkvics. Hát ilyet se látni minden nap. Beteszem a telefont, hogy jobban több látszik. Talán. Talán retropartizálnak. 2013. április 26-28. Ez az oldalsó lámpa is nagyon jól néz ki, nagyon retro. Aztán a másik Moszkvics, ugye a 412 utódja, a 2140-es, látható itt. Ami szépen fel van matricázva. Nekem ez a voláncsiga, ez nagyon tetszik rajta. Ugye így néz ki. A 412-es elődjeje a 408-as Moszkvics, tulajdonképpen itt a előd és az utód egymás mellett van. Ugye mind a kettőnek fel van nyitva, itt látszik a motorháztető, itt bele lehet nézni. Itt van a adattábla, valami olyasmi. Egészen szép a belse is. Igazi retrós OT-rendszáma van ugye. Iker lámpás. Aztán megint egy 412-es. Moszkító. Ennek is fel van nyitva. Valamint pedig meg egy 2105-ös Lada is van itt. Hát ő ilyen. Benne van még a kulcs is. Illetve egy klasszikus 1002-es Zsiguli. Egészen szépek így együtt. Akit érdekelnek a orosz meg szovjet autók, aki rajong értük, annak javaslom, hogy mindenképpen jöjjön el, ha van rá lehetősége ilyen napokban. Itt Szolnokon a Tiszaliget apartman és szállónál.
Majd ha meglátok még valamit, akkor azt felveszem mindenképp. Vagy ha jön még valami. Ugye még pár óráig itt leszek. Végig járom közben, hogy egészen jók. Itt az Audi van ugye, ami le van takarva. Itt az áporjóska. Kockalámpás, Lada meg a Skoda. A 120-as Skoda. Úgyhogy így néz ki ez a sor. Ez így 2022. augusztus 4-e. Hát igen. Úgyhogy akkor egyelőre ennyi szerintem, aztán majd mondom, ha lesz még valami, akkor arról még mindenképpen lesz videó, majd na, további kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, szép napot, sziasztok! Na, most elindították. Igen. 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 Ig